A Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban szeptembertől folyamatosan programokat szerveztek, rendeztek, de az önkormányzat támogatásának köszönhetően már a megrendelt új könyvtári állományt is befogadták. Szeptembertől is folyamatosan voltak már rendezvények, Magyar Népmese napja, illetve átlátogattunk a tudománynappal kapcsolatosan az iskolába. Jelenleg, amivel várjuk kedves olvasóinkat és program, ugye a MASZAT Tücsök program keretében van egy pályázatunk, amit közösen csináltunk. Az év emlőse a Hermelin, és hát őt kellett megjelenteni különböző festmények, rajzok formájában. És akkor megérkeztek az új könyvek is, amire pályáztak? Igen, szerencsére kaptunk támogatást, megfelelő összegek az önkormányzattól, ezúton is nagyon szépen köszönjük nekik, úgyhogy most folyamatosan tudunk gyarapítani, hát minden olvasónak, ugye azért az új könyvek nagyon fontosak számunkra és az olvasók számára is. Én azt mondanám, hogy minden korosztály megjelenik itt a könyvtárban nálunk, gyermekek is, középkorosztály és az idősek, ugye az olvasás ugyanúgy szabadidős tevékenység, szórakoztató tevékenység, illetve a tanulmányaikhoz is sok esetben szükség van a könyvtárra az olvasóknak. A hagyományos évvégi programok sem maradnak el, megérkezik a Mikulás is, de a karácsonyi készülődést is megszervezik a könyvtárban. Idén is meg fog érkezni a Mikulás a Művelődési Házba, illetve a könyvtárba. Lesznek kézműves foglalkozások és a Mikuláshoz, karácsonyhoz kapcsolódó egyéb rendezvények. Ezekről pontosan majd lehet tájékozódni a weboldalunkról, illetve a Facebook oldalunkról. A legfontosabb azt gondolom viszont az egészség. Mindenki egészséges maradjon, és ugyanakkor meg tudjuk tartani ezeket a fontos rendezvényeket.